Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 5-én kinyílik újra egy portál kapu a plejádok felé. A plejádok azok testvérek, 7 lány, Atlasz isten lányai a görög mitológiából. A központi nap a plejádoknál Alkioné. Alkioné az olyan, mint egy királynő, aki küzd, harcol a gonoszságok ellen. És egy ilyen portál napon megvan ez a kapcsolat a plejádokhoz, ehhez az égi, mondhatnám, isteni energiamezőhöz. Ennek mindig van gyógyító ereje. Azon kívül segít abban, hogy felszabaduljunk a gonosz emberektől például, vagy felszabaduljunk a félelmektől. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy a gyógyító erőn kívül a gonoszság ellen fellépni és győzni, ezen kívül vannak más témák is, ezen a szertartáson, amiről beszámolok itt ezen a felvételen. Hogy mikor, melyik nap nyílik ki ez az égi kapu, ez tulajdonképpen a maja naptárból van, mert ők számították ezt ki. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. Ha érdekel a maja naptár, ott olvashatsz erről. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám az 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy olyan misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a 13-as szám szerencsét hoz. Február 5-e, ez a portálnap, az a 11. nap ebben az 5. hullámban. Most az 5. hullámban vagyunk még. Ez azt jelenti számunkra, hogy valamit lezárunk, mert elvégeztünk bizonyos dolgokat. Most lesz egy új kezdet. Ez egy nagyon jó időpont valamit indítani, amit mesterien fogunk megoldani. Mi segíthetünk másoknak jó tanáccsal, de az is lehet, hogy most mások segítenek nekünk. Ez olyan kölcsönös. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok is. Február 5-én, az 5. hullámban, a 11. napon, ebben a hullámban, Akbál uralkodik. Akbál lefordítva az éjszakát jelenti. Ez kihat az álmunkra. Tehát, ha van nálad félelem, vannak álmatlan éjszakáid, akkor ez a szertartás segíthet abban, hogy jól tudj aludni, hogy kipihend magadat. Amit ez az éjszaka még jelent, titkos dolgokat. Így most átlátsz bizonyos dolgokon,
Látod azt, hogy mi van a kulisszák mögött? Ki mit próbál eltitkolni előled? Ezek a titkok lehetnek spirituális dolgok is, amikor most megvan a lehetőséged arra, hogy a mélybe tekints, és tudd azt, hogy mi miért van, mi az oka ennek. Vagy tényleg a spirituális területen dolgozol. Amit Akpál még jelent ez az éjszaka, az álmok. Ha van egy álomkép, álmodsz valamit, az lehet egy lelki üzenet is. Vagy tőle jön ez a lelki üzenet, vagy a te lelked mutat valamit álomképek alapján. Ha nem tudod, hogy értelmezd ezt, én álomfejtő vagyok, tehát nyugodtan fordulhatsz hozzám. Amit az álmok még jelenthetnek, illetve Akbál, hogy vannak álmaid, elképzeléseid, és szeretnéd tudni azt, hogy tudnád ezt most megvalósítani. Tervek vannak. És az a fontos, hogy ez ne egy álom maradjon, hanem hogy ezt meg tud valósítani. Érdekes az is, hogy asztrológiailag az energia hasonló, mint ahogy most így elmondtam, hogy mit jelent ez a portál nap. Én a védikus asztrológiával dolgozom, és ezen a területen vannak holdházak. A mitológiában úgy van leírva, hogy a hold az egy gyönyörű fiatal férfi. És ez a férfi beleszeretett Rohiniba. Rohini az egy fiatal lány volt, olyan tinédzser korú. Rohini tulajdonképpen a hajnalt jelenti, mondhatnám azt is hajnalka. Tehát a hold beleszeretett hajnalkába, és a hajnalka apukája azt mondta, elveheted a lányomat feleségül, de vett feleségül a testvéreit is, a többi lányokat. Így a hold megnősült Rohinival, ő volt a kisebbik lány, és elvette feleségül a nővéreit is. És Iesta volt az idősebb nővér, ő volt a legidősebb. És a hold ezen a napon, február 5-én ebben a Iesta holdházban van. Ő volt a legidősebb a nővérek között. De nem egy idős hölgyről van szó, hanem egy okos, meggondolt, bölcs nőről van szó, és pontosan ez kihat most erre a napra, hogy bölcs döntéseket hozunk, vagy valaki kikéri a véleményünket, és segíteni tudunk másoknak. Az is lehet, hogy te állsz döntések előtt, és valaki közeledik hozzád, ad neked egy jó tanácsot, mint ahogy Iesta tanácsot adott a húgainak, hiszen ő volt a legokosabb, a legbölcsebb. Ha összefoglalom most a témát, itt arról van szó, sőt, ennél a szertartásnál is, hogy legyen meg a gyógyító erő, hogy kilépjünk a bizonytalanságokból, áttegyük magunkat a félelmeken, hogy lezárjunk bizonyos dolgokat, vagy befejezzük a munkánkat, és akkor lesz egy új kezdet. Belefektetjük az élet erőnket egy új irányba. Ezek változások, jelenleg
ezek változások lesznek. Ez lehet egy munkahelyi változás, lehet költözködés, vagy valami megváltozik a családban, vagy a párkapcsolatban, sőt, ez lehet egy új ismerettség is, vagy azt is jelentheti, hogy valaki álmodozik rólad, és visszatér a múltból, és lesz egy új kezdet. Okos döntéseket fogsz hozni. Minden úgy alakul, ahogy te ezt elképzeled. Megvan a lehetőség most arra, hogy éld az álmaidat, hogy ezt megvalósítsd. És itt vannak a bölcs döntések, jó kapcsolatok és a segítség. Vagy te segítesz másoknak, vagy te kapsz segítséget, hiszen ez olyan kölcsönös jelen pillanatban. És ez volt a felvétel, nagyon örülnék annak, ha leírnátok a kommentárba a véleményeteket, vagy lájkoljátok ezt a videót, vagy feljelentkeztek a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!